Jó napot kívánok, Lukács Bence vagyok. Érdeklődni szeretnék, AdBlue folyadékra lenne szükségem. Pillanat. Nincsen még sajnos AdBlue. Szinte sehol sem kapható AdBlue Magyarországon, mintegy 300 ezer autót, 100 ezer kis haszonjárművet, közel 5 ezer buszt és 33 ezer kamiont érint hazánkban a napokban csúcsosodó AdBlue hiány. Európa egyik legnagyobb AdBlue gyártója Szlovákiában nem fogad jelenleg új megrendeléseket. Ennek oka, hogy az adalékanyag előállításához használt földgáz nemzetközi piaci ára jelentősen megemelkedett. De talán kezdjük is az elején, mi is az az AdBlue, és mit jelent, ha ebből a folyadékból hiány van. Az AdBlue karbamidot és ioncserélt vizet tartalmazó nagy tisztaságú folyadék, amiből a motor működése során hő hatására ammónia szabadul fel, majd az kölcsönhatásba lép a kipufogó gáz nitrogénoxid összetevőivel, és azokat nitrogénné, illetve vízzé bontja. Tehát egyszerűen fogalmazva, az adaléknak köszönhetően nem szennyezi annyira a környezetet az autó, a busz vagy éppen a kamion. Ugyanis az újabb kamionok többsége is ilyen rendszerrel szerelt, tehát ha a folyadékból hiány van, akkor akár az áruszállítás is megállhat, vagy fennakadások lehetnek benne. Hiány pedig van, több győri autóalkatrészboltban is érdeklődtünk, de sajnos sehol sem adtak pozitív választ. Több szakember azt mondja, a hiány leginkább a pánikvásárlás miatt van. Óriási hiány van, ezt igazából az generálta, hogy nincs elegendő gáz a műtárgyagyárak számára, és emiatt a műtrágyának is nagyon felment az ára, mert az AdBlue meg mondjuk azt, hogy egy melléktermék, ezt meg gyakorlatilag nem gyártják. Tehát leálltak a műtrágyagyárak az AdBlue gyártásával, és ebből alakult ki ez az óriási hiány, illetve hát a dominó elv érvényesül itt is. Ez azt jelenti, hogy az, aki egy évben használ 20 liter AdBlue-t a személyautójába, ő is most minimum 200 litert akar vásárolni, hogy vett is. Gyakorlatilag szemtanúja voltam a pápai kutunkon, hogy bejött egy személyautós 10.000 kilométert megy egy évbe, és volt 8 kanna összesen a polcon, 10 literes, és azt mindent elvitte. Nem jobb a helyzet a benzinkutaknál sem. Ennél a győri töltőállomásnál például már jelenleg is hiányzik az AdBlue, ha pedig érkezik új adag, akkor azt pillanatok alatt elkapkodják. Ilyen egy-két napos hiány igen előfordul. De én most is arra biztatom az autósokat, meg mindenkit, hogy csak annyit tankoljon, amennyi arra az adott kilométerre szükséges, és ne vásároljanak föl, mert egyrészt nem eltartható határozatlan ideig az AdBlue, másrészt meg fog oldódni ez a probléma, rövid időn belül, egy-két hónapon belül újra elérhető lesz, és valószínű, hogy az ára is vissza fog csökkenni, mert most nagyon-nagyon magas áron lehet csak hozzájutni. Egy modern személyautó AdBlue tartálya egyébként 15-20 literes, ezt a folyadékot jellemzően 15-20 ezer kilométerenként kell újra tölteni az autókban, viszont amikor kiürül a tartály, a motorvezérlő elektronika többszöri figyelmeztetés után vészüzembe kapcsol, végső esetben pedig nem engedi elindítani a motort, amíg a tartály üres. Az autósok többek közt ezért is kezdték el pánikszerűen felvásárolni a hiánycikket.